A kenyér minőségét is meghatározza az alapanyag, amellyel az év első felében nem volt probléma, tájékoztatott a PÉK Szövetség alelnöke. A nyári búzatermés mennyisége megfelelő volt, azonban a liszt minőségével is akadtak gondok, de azokat sikerült orvosolni, így a kenyér minősége nem változott. Sőt, hosszú idő után az árak is állandónak bizonyultak. Az első év volt az utóbbi években, hogy nem változtak ennyi ára, hiszen az alapanyag árak sem igazán változtak, és elmondható az, hogy vélhetően a jövőt illetően is ez a tendencia, ez az állandó kenyérár is meg fog maradni. Ha az árak nem is változtak, a piacon tapasztalható volt némi átrendeződés az idei esztendőben. A sütőipart leginkább érinti a Magyarországon megjelent és évek óta emelkedő számú külföldi tulajdonpékségeknek a száma. Azt hiszem egyik legnagyobb problémája a sütőiparnak, hogy ezekkel kell fölvennünk a versenyt, ami nem mindig sikerül, hiszen olyan külföldi tulajdonpékségekkel állunk szembe, akik nem minden esetben felelnek meg a élelmiszerkönyv előírásainak a termékei, nem minden esetben vannak betartva a munkabiztonsági szabályok, de harcolunk ezért, hogy ezekkel föl tudjuk venni a versenyt. Az utóbbi időben csökkent a finom pékárut keresők száma, viszont a korábbinál több kifli, zsömle és kenyér kerül a vásárlók kosarába. A jövőt az egészséges táplálkozás iránti igények kielégítése jelentheti a szakma számára. Ha megnézzük a külföldi tendenciát, az egészséges táplálkozás irányába kell nekünk is elmozdulni, ami jelentősen meg fog növekedni vélhetően a jövőt illetően. A magvas termékek, a sok magas búzás termékek, és illetve a dudumdos, ami egy új termék, ami jellemzően Szabolcs megyében terem meg, és ennek a bevezetése úgy gondolom az egészséges táplálkozás irányába egy jelentős lépés fog jelenteni. Az alelnök elmondta, hogy az előttünk álló uniós ciklusban jelentős forrásokat biztosítanak a feldolgozóipar, azon belül a sütőipar számára. A fejlesztések, beruházások jótékony hatással lesznek a jelenleg tőkeszegény iparágra, csak úgy, mint a duális képzés, amelynek keretében a szakmát tanulók a korábbinál jóval több időt töltenek majd el gyakorlati fogások elsajátításával.